nem az volt ezzel a kiállítással a célunk, hogy nagy strukturális erőket mutassunk be, tehát a gazdaság, a hadigazdaság kialakulását, vagy mondjuk a fegyverkezési vívmányokat. Itt az volt a célunk, hogy személyiségportrékat jelenítsünk meg. Ez megint a látogatócentrikusságnak a következménye, mert kiindultunk egy ilyen felismerésből, ami szerintem helytálló, hogy az embereket az emberek érdekli, tehát szerettünk volna mindenkiről valami emberi portrét is adni. Mi azt szeretnénk elmondani az embereknek, hogy kik voltak azok, akik a dédszüleiket, nagyszüleiket dirigálták ebben az időszakban. Egyben azt is el akarjuk mondani, hogy ezek az emberek nem csak azért nem léteznek már, mert meghaltak, hát mindannyian meghalunk, ez az élet természetes rendje, hanem reprezentatív értelemben, szimbolikus értelemben se léteznek, mert az a világ, amit reprezentáltak, az semmivé foszlott. Tehát azt is mondhatnám, hogy egy közhelyszerű latin mondást illusztrálunk ezzel, az a sic transit gloria mundi, így múlik el a világ dicsősége, ami úgy tűnik, hogy egy általános igazság, mert azok, akik aztán őket váltották, azok is elmúltak. Nem szeretem, amikor azt mondják, hogy a történelem bármire tanít. Mert ugye a történelemmel az a helyzet, hogy azért, mert valami egyszer volt, abból az nem garancia arra, hogy az lesz is. Tehát nem, ez nem úgy van, hogy ha egyszer csalódtam egy nőbe, akkor mindegyik nőbe továbbiakban csalódni fog. De ha egyszer nem csalódtam egy nőbe, és lesz egy új kapcsolat, abban nem következik, hogy abban viszont nem csalódom. Tehát ezt nem lehet így úgymond lineárisan kivetíteni ezeket a dolgokat, sem a magánéletre, sem a történelemre. Miután ez egy embercentrikus kiállítás, hogy az embereket mindig az emberek érdeklik, ha kimondják, ha nem. És én azt gondolom, hogy ha lehet így mondani, egy öncélú kíváncsiság is egy nagyon-nagyon fontos hozadék ennek, mert az az ember, aki nem kíváncsi, annak köztünk szóval nem nagyon érdemes fölkelnie reggel az ágyból. Ugye van az orosz klasszikus, az Oblomov, 150 oldalon keresztül nem kell fel az ágyból. És akkor az ember megkérdezi, hogy akkor tulajdonképpen mit akar az élettől? Hát azért kelünk fel minden reggel az ágyból, mert valamire kíváncsiak vagyunk. Nem az volt ezzel a kiállítással a célunk, hogy nagy strukturális erőket mutassunk be, tehát a gazdaság, a hadigazdaság kialakulását, vagy mondjuk a fegyverkezési vívmányokat. Itt az volt a célunk, hogy személyiségportrékat jelenítsünk meg. Ez megint a látogatócentrikusságnak a következménye, mert kiindultunk egy ilyen felismerésből, ami szerintem helytálló, hogy az embereket az emberek érdekli, tehát szerettünk volna mindenkiről valami emberi portrét is adni. Mi azt szeretnénk elmondani az embereknek, hogy kik voltak azok, akik a dédszüleiket, nagyszüleiket dirigálták ebben az időszakban. Egyben azt is el akarjuk mondani, hogy ezek az emberek nem csak azért nem léteznek már, mert meghaltak, hát mindannyian meghalunk, ez az élet természetes rendje, hanem reprezentatív értelemben, szimbolikus értelemben se léteznek, mert az a világ, amit reprezentáltak, az semmivé foszlott. Tehát azt is mondhatnám, hogy egy közhelyszerű latin mondást illusztrálunk ezzel, az a sic transit gloria mundi, így múlik el a világ dicsősége, ami úgy tűnik, hogy egy általános igazság, mert azok, akik aztán őket váltották, azok is elmúltak.
Nem szeretem, amikor azt mondják, hogy a történelem bármire tanít. Mert ugye a történelemmel az a helyzet, hogy azért, mert valami egyszer volt, abból az nem garancia arra, hogy az lesz is. Tehát nem, ez nem úgy van, hogy ha egyszer csalódtam egy nőbe, akkor mindegyik nőbe továbbiakban csalódni fog. De ha egyszer nem csalódtam egy nőbe, és lesz egy új kapcsolat, abban nem következik, hogy abban viszont nem csalódom. Tehát ezt nem lehet így, úgymond lineárisan kivetíteni ezeket a dolgokat, sem a magánéletre, sem a történelemre. Miután ez egy embercentrikus kiállítás, hogy az embereket mindig az emberek érdeklik, ha kimondják, ha nem. És én azt gondolom, hogy ha lehet így mondani, egy öncélú kíváncsiság is egy nagyon-nagyon fontos hozadék ennek, mert az az ember, aki nem kíváncsi, annak köztünk szóval nem nagyon érdemes fölkelnie reggel az ágyból. Ugye van az orosz klasszikus, az Oblomov, 150 oldalon keresztül nem kell fel az ágyból. És akkor az ember megkérdezi, hogy akkor tulajdonképpen mit akar az élettől? Hát azért kelünk fel minden reggel az